kádárista vagyok. De kádárista az egész ellenzék is, na nem jóléti értelemben, mint amilyen annak a rendszernek mondjuk a lakáspolitikája volt, hanem abban a vonatkozásban, hogy a hatalom megragadását még mindig média politikai tevékenységnek tekintjük, holott ennek a tartalmatlanságát az elmúlt 13 év fényesen bizonyította. Nem tőlem kell félniük, hanem a magyar néptől, mert tavasszal bukni fognak, mint az ólajtó. Honnan mégis a ragaszkodás? 89 előtt az ő szavaikat használva, az értelmiség birtokolta az osztályhatalmat, a szakemberekkel egybefonódott párteri döntött a legfontosabb gazdasági kérdésekről. A rendszerváltáskor viszont ezt a hatalmat visszavette a tőke, csak hogy az értelmiség ezt nem vette észre. Továbbra is azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a saját fórumainkon győzzünk, azaz a médiában. Sziasztok! Mi nem hátrálunk. Ezt kell megváltoztatni. Réteg politizálás helyett osztály koalíciókra van szükség. Nem a beszélő fejek, hanem a tőke ellen, még ha ránk esítik a bélyeget.